Igen, tulajdonképpen a háború előjövünk, hogy nehogy lezárják a határt esetlegesen. Aha, akkor ti itt tanultok? Igen, én most fogok érettségizni. Szoktunk haza is menni, meg vissza is. Ti hirtelen jött. Igen. Egyelőre még maradunk, még mi se tudjuk. Tehát, hogy ez attól függ, hogy mi lesz nálunk. Hogy ez eddig feljön-e, vagy rosszabb lesz a helyzet. Szerdán kaptunk egy intézményvezetői szünetet, így egész gimire kiterjedve. Azt így szerda délután hazajöttünk, szerda este meg bejelentették ezt az állapotot. Ezért tegnap, hát már tegnap beszéltük azt, hogy el kéne akkor visszajönni. Azt végül most itt vagyunk. Igazából megijedtem, mert egy olyan hirtelen jött, hogy nem is tudtam hova kapni, de hát próbáltam kicsit higgadt lenni, hogy a jobb oldalát látni, hogy minden rendben lesz. De hát tényleg így összepakoltam és jöttem. Anyukám is, amint tudott, vett nekem mindent, és azt mondta, hogy jöjjek, ne maradjak otthon. Hát mostan ilyen nem a legjobb óra van, úgy bírok mondani. Ugye most férfiak elvileg nem jöhetnének át, most mi a helyzet? Igen, úgy. És te hogy át tudtál jönni? Én mamahoz, én már itt voltam. Uh-huh. Én csak menjek vissza mamahoz. Kellett szaladni, csak is kész. Most jöttetek át? Igen, most a percen jöttünk át a két kicsivel, négyen, a sógornőmmel, meg a gyerekekkel. Uh-huh. És itten van a nagynénéje, és akkor oda megyünk most nálak idéglenesen, mert nem tudjuk, hogy mi lesz, mi nem lesz. És mi szeretnénk a kicsik jövőjét nézni, mert nekünk az a fontos. Mi majdnem 3 napot pakoláztunk, mindig kicsit-kicsit, ami a leglényegesebb, a legfontosabb nekik. Mert mindent úgyse tudnánk elhozni. Hát a többi cucc az ott maradt, Ukrajnában, és nem tudjuk. Nem tudjuk, mi lesz. Azt pótolni lehet mindig, de őket nem. We live not far from Kiev, in Vyshgorod. It's 10 kilometers north from Kiev. And yesterday morning we woke up from bombs. Yes, it was nearby. We could see them flying, everything was red, and then everything was shaking. We have a car, but we couldn't leave through Kiev. There were awful traffic jams. And we decided to go to the north in the opposite direction, just to get rid of the traffic jams and to get somewhere. And just towards us were going tanks, and perhaps they were Russian tanks and trucks with soldiers. So it was scary. Even the tank pointed on us, so we are afraid, are they going to shoot at us? Cars are not moving at all. I came to the very board and I asked them, they were standing for 16 hours and they are not moving. My husband and my son left there in the car. I'm lucky, my mother lives in France, so we're going to France now to join her. We left many things in the car, even food, so we were quite hungry here. We were lucky, there was another woman from Ukraine, she left us her whole bag with food. Yeah. Zelenszkij elrendelte 6 kötelességet, uh-huh. hogy bevisznek katonának. Uh-huh. Poveszkákot hordják, és van gyerekünk, családunk, ezért félünk a bevonulni hadseregben. Ők el tudtak jönni? Kik? A család el tudott. Nem, azok még otthon vannak, és olyan sok barátunk, sok hozzátartozom még, hogy nincsen meg a magyar állampolgárságja, ezért nem tudnak átjönni, mert nem engedik őket az ukrán határon, nem engedik át őket. Ilyen sasbehívóval akarják az embereket, hogy aki otthon van, így van, nem is tudassák, nem is értesítik, hanem csak megnézik az iratját, a személyigazolványát, a paszportját, és akkor az élet kora után egyből bepattintják a Bobika autóba, és viszik háborúzni. Átjöttünk, hogy nehogy elvigyenek. Ugye. Fiamot is féltem, 18. éves, hogy el tanálják vinni. Ugye. Hát valami munkába csak be tudunk kitállulni, mert munkás, nem félünk a munkától. Hogy elindultak? Hát mivel a nagyfiunk pár hónap múlva lesz 18 éves, férjem 40-et töltötte be, aztán muszáj, mert nálunk már nem engedik át. Szerencse, hogy kettős állampolgárok vagyunk, és van magyar útlevelünk, és azzal sikerült, mert már ukránnal nem engednek át. A nőket és a gyerekeket igen, de a férfiakat már nem engedik. Úgy van, hogyha ki ment a magyarral, na de aki esetleg, akinek sikerül, az át tud csúszni, akinek nem sikerül, az nem. Az volt az első célunk, hogy a gyerekeket hozzuk és menekítsük, hogy valami bajuk legyen. Az a biztosabb, ha jobb helyen vannak, nem pedig ott.
amink van minden, mindenünket hoztuk, mármint így, hogy papírok, pénz, ilyesmi, aztán majd meglássuk, hogy mi lesz. A ház addig üresen állott? Igen, becsuktuk aztán. Amit fogunk találni, ha visszamegyünk, az lesz. Menekülünk. Szó szerint menekülünk. Nincs más választás. Nincs más kiút. Honnan jöttetek? Beregszászból. Mi maradt otthon? Nekem, neki, férjünk, mert őket nem engedik át a határon. Nekem két gyerek, ők meg szó szerint nem akarnak jönni. Miért? Hát, nem. Az én fiam azt mondta, ha meg kell halni, csak beregszesz. Nagyfiam itt van Magyarországon, itt él. Oda se akar menni. Elhelyezkedünk, és akkor a kislányomat gyorsan áthozatom. Őt hogy nem tudta? Mert a férjem nélkül nem engedik, és az ukrán nem engedi a férjemet. Remélem, hogy enyhül a helyzet, és akkor át tudom hozatni. Hány napra láttok most előre? Egyre se. Még egy órára se. Mert azért letelepedni valahol egy másik országba, az nagyon nehéz. Újból az kezdeni. Nagyon nehéz mindent újból kezdeni. Nulláról. Az. Tehát a te férjedet behívattál. Igen, igen. Az is lehet, hogy már holnap elmegy. Akkor a ház egyedül marad. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, hogy jön be Kárpátaljára, hogy fogják-e Kárpátalját támadni, vagy nem fogják támadni. Az attól függ. Most, ha megtámadják Kárpátalját, is bizonyos, hogy nem jövünk haza. Inkább a hozzátartozókat fogjuk kimenekíteni magunkkal. Reméljük a jobb jövőt. Hála köszönet az anyaországnak, hogy így befogad minket. Hála is köszönet. Magyarok vagyunk. Magyarok.